Összesen 216 millió forintot ítélt oda a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány az idei évi második pályázati forduló keretén belül. A beérkezett 32 támogatási igényből 19 nyertes lett. A sikeresen pályázók között van Tengelic önkormányzata is, a Szolgáltatók Háza újul meg. Ennek a vállalkozóháznak az energiatakarékosság szempontjából nyílászáró cseréje fog megtörténni, de ennél fontosabb, hogy Tengelicen 2-3 konkrétan kerekesszékhez kötött ember éli a mindennapjait, és ez az egy épületünk még, ami az önkormányzati működtetésben van, nincs akadálymentesítve. Itt ezen a vállalkozóházán többek között egy szatócsbolt, hentes és mészáros bolt működik, a polgárőröknek a helyisége, tehát van ebben kozmetikus, tehát egy olyan szolgáltatói kicsi bázis tudnak elérni a piactéren keresztül, amiből úgy gondoltuk, hogy benyújtjuk a pályázatot. A beruházás összköltsége közel 13 millió forint lesz. Támogatásban részesül még többek között Szedres község önkormányzata a katolikus templom felújítására nyújtott be nyertes pályázatot. Dunaföldvár, ahol a Hősök tere újul meg, valamint FAD egy nyilvános élemhely kialakítására kapott támogatást. Mind a két pályázat esetében, amit tavaly és az idén benyújtottunk, az egyik fontos célunk a település lakosság megtartó képességének a megtartása, illetve növelése. Ez nagyon fontos volt az óvoda, a másik pedig a turizmus dombori tekintetében, ahol ez a nyilvános WC ezt a célt fogja szolgálni, hiszen rendezvényenként több ezer ember megfordulott, és most két ilyen nagyon régi konténeres WC-nk van, amit rendszeresen kell felújítgatni, mert már összedőlő félben vannak. A Sávszentlőrincen tartott ülés követően Demény Károly, a település polgármestere elmondta, hogy mik valósultak meg nálunk az alapítvány támogatásából. Ide tartozik a Földös Kúria, amit erdei iskolává alakítottak át. Most már minden kész, az utolsó simítások vannak, tükröket föltenni, még néhány matracot, ágyneműt, és akkor tulajdonképpen fogadunk kész, ha valaki olyan bátor, hogy télen eljön ide irodalmi értékeket böngészni, vagy nézegetni, akkor akár télen meg tudjuk nyitni, tehát fűtésünk van, meleg vízünk. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT 2011-ben hozta létre a JETA-t. Az alapító okiratban foglaltak alapján 2014-ig évente 500 millió forintot bocsájt az alapítvány rendelkezésére, ami most lezárult. Céljuk a térség fejlesztése, az életminőség emelése, továbbá a munkahelyteremtés volt. Ha számokban beszélek, akkor azt mondhatom, hogy az eddig adott támogatás és az általa generált közel 11 milliárd forintos fejlesztési lehetőség azt mutatja, hogy minden egyes forint, amit a Paksi Atomerőműben az alapítványba tett, ez meghatszorozódott, tehát a település fejlesztését nagyon jól tudta ezzel katalizálni, és úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen egy siker, olyan siker, ami ha egy cég megteheti a regiáját fejlesztve, akkor azt mindenképpen meg is kell tenni. Tehát ilyen értelemben mi ezt kötelességnek is érezzük.